áll a csapat mögött. 8 nap alatt 3 mérkőzést teljesítettetek. Vélhetőleg azért kiosztuk belőle a maximumot. Hogy értékeled ezt a elmúlt időszakot? Hát én szerintem is pont ez, hogy kiosztuk belőle szinte a maximumot, mert 3 meccs alatt 7 pontot szereztünk, egy győzelem, egy döntetlen. És szerintem még ez a Budafok elleni döntetlen is szinte lehetett volna győzelem, mert szerintem a kezünkben volt, vezettünk, de aztán volt egy kiállítás. Szerintem, hogyha nincs az a kiállítás, akkor meg tudjuk nyerni a Budafok elleni meccset is. A 3. kerület következik Budapesten, aztán még előttetek áll egy szegedi túra. Mit vársz ettől a két mérkőzéstől, mivel lennél elégedett a szezon végén? Hát tegnap előtt edzettünk rendesen, ma viszonylag frissíteni fogunk, meg holnap is, holnap már utazunk Budapestre. Hát felkészülünk, ma videóztunk egyet, szerintem maximálisan felkészülünk a kerületből, aztán nagyon remélem, hogy 3 ponttal jövünk haza Békés Csabára. Utána lesz egy Szeged elleni meccs, az az utolsó ebbe a félszezonba. Hát nagyon bizakodó vagyok, remélem, hogy 6 pont lesz a két meccs. És sorozaton vagytok túl, de még nincs vége a megpróbáltatásoknak, hiszen 2 idegenbeli túra előtt álltok. Hogy tudtatok készülni a héten? Mit vársz majd a csapattól az elkövetkezendő 2 mérkőzés alatt? Az látszik, hogy nagyon évvége van. Sajnos nem vagyunk sokan. Ez kicsit megnehezíti a dolgunkat a stábnak, hogy rakjuk össze a csapatot. Ugye a Patya is Király Patrik kiállítást kapott, szóval ő egy meccsre biztos, hogy nincs. Próbálunk minél jobban felkészülni az ellenfélből, úgy készülünk, ahogy eddig, becsületesen minden héten, mind fizikálisan, mind taktikailag próbálunk felkészülni az ellenfél gyengéire, erősségére, felhívjuk a figyelmet, és természetesen a 3 pontért megyünk. Nem lehet biztosra menni egyik csapat ellen sem, és itt a 3. kerület következik Budapesten. Hiába állnak a tabella vége felé, nyilván ez sem lesz egy egyszerű mérkőzés. Hát ezt sokszor említettem, hogy itt MB2-ben óriási meglepetések tudnak születni. Minden meccs teljesen más. Nagyon komolyan készülünk belőlük, attól függetlenül, hogy a tabella vége fele helyezkednek el. Szerintem sok kreatív játékosuk van, mindenféleképpen ezekre felhívjuk a figyelmet, és próbáljuk még jobban a gyengeségeikre felhívni a figyelmet, és arra rájátszani.